Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy szerelmi jóslás. Ezúttal megtekintjük azt, hogy mi a terve, mit akar tenni, milyen lépéseket fog tenni a közeljövőben. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. Ott felül középen ez a torony jelenti az ő gondolatait. Lehet, hogy fogva érzi magát ebben a toronyban, benne van egy szűkös helyzet, benne érzi jól magát, keres egy megoldást, keres egy kiutat. Ez lehet a munkahelye, ez lehet egy családi kapcsolat, vagy az is lehet, hogy még benne van egy párkapcsolatban, és itt vannak gondolatok, mert szeretne válni, hiszen a torony az lehet egy bírósági ügy is, vagy egy hivatalos dolog, amit rendeznie kell. Amit a torony még jelenthet, hogy ő tervez valamit, szeretne megnagyobbítani valamit, szeretne kiépíteni valamit. Ezek lehetnek kereskedelmi kapcsolatok, vagy ami kettőtöket illet, ő tudatában van a saját nagyságával. Alul, középen ez a kártya utal az érzelmeire, és itt a halak láthatóak. Jelenthetik az anyagi dolgokat, amikor ő úgy érzi, hogy rendeznie kell a pénzügyi helyzetet, ebben az esetben a torony lehet egy bank, vagy egy adóhivatal is. Persze a torony azt is jelentheti, hogy szeretne kiépíteni valamit, lesznek kereskedelmi kapcsolatok, és lesz nyeremény. Ezt ő is érzi, hiszen az érzelmeiben ott vannak a halak. Amit a halak még jelenthetnek, a belső értékek, de mivel néha fogva érzi magát a toronyban, akkor ez azt jelenti, hogy nem kapja meg az elismerést. Vagy úgy gondolja, úgy érzi, hogy ő nem érdemli azt meg, hogy boldog legyen, hogy kialakuljon egy szép párkapcsolat. Tehát a halak jelenthetik az anyagiakat, vagy a belső értékeket. Ő balra figyel. A képen egy férfi látható, persze a férfiak most gondoljanak akkor egy hölgyre, hiszen az lehet a hölgy terve is. Tehát odafigyel a baloldali kártyákra, ami számára tudatos, amire oda néz, amit tervez. Ott baloldalon alul látható a jeges medve. Ez jelentheti az ő élet erejét, hogy elgondolkozik azon, hova kellene befektetni az erejét. Mi éri meg, vagy mi nem. Ez a medve lehet egy személy is, akinek szava van. Ez lehet a főnöke, ez lehet egy bíró, ez lehet az apukája is. Az lehet, hogy ez a személyiség segít neki, de az is lehet, hogy túl domináns és parancsolgat neki, amikor ez számára, akkor ez egy kihívás, és védenie kell magát. De általánosságban a kártya tényleg jelentheti az ő élet erejét, sőt, a belső erőt is, a hitét. Ott a jeges medve mellett megjelenik a fa. És ez azt jelenti, hogy keresi a biztonság érzetét, ahol le tud gyökerezni. Ez lehet a hivatása, ez lehet a lakhelye, vagy a ti párkapcsolatotok, hiszen ez ad erőt számára. A fa jelenti a türelmet is, hiszen egy fának is időre van szüksége, amíg gyümölcsözik.
Amit a fa még jelenthet a fák, a természet vagy az erdő, lehet, hogy kiruccan, sétálgat a természetben, és ez ad erőt számára. Amit a fa még szimbolizál, ezek az egészségügyi témák. Ha ő beteg volt, vagy valaki a családban, akkor megvan újra az élet erő, megvan a gyógyító erő. Lehet, hogy ezen a területen dolgozik, például mint egy orvos, és akkor a jeges medve jelentheti az erejét, hogy sok a munkája, be kell fektetni ide az erejét, vagy lehet a főnöke is. Hogy milyen kapcsolat van a főnökével, azt majd mutatják a következő kártyák. Ott középen, bal oldalon megjelenik a levél. Jelentheti azt, hogy tervezi azt, hogy ír neked. Azt is jelentheti, hogy vannak elvárásai, és arra vár, hogy te írj neki. A levél az szimbolizálhat egy dokumentumot, vagy egy szerződést is, például adásvételi szerződést, bérleti szerződést, vagy munkahelyi szerződést. Amennyiben a jeges medve egy személyt jelent, például a főnökét, vagy az apukáját, vagy egy bírót, akkor a levél jelentheti azt is, hogy ez a személy előír számára valamit. És én úgy érzem, ez nem tetszik neki. Felül látható a szív, és ez utal a szerelemre, mégpedig a ti párkapcsolatotokra. Akkor a kártyák azt jelentik, hogy te adsz erőt számára, lesz kapcsolat, hiszen ír neked, és a fa azt jelenti, hogy itt lesz egy stabil párkapcsolat, rendeződnek a dolgok, ahol tényleg úgy érzi, hogy le tud gyökerezni. Amennyiben munkáról, hivatásról lenne szó, akkor a szív jelentheti azt, hogy ő szívvel, lélekkel csinálja a munkáját. De természetesen, amikor a szív megjelenik, elsősorban szerelemről van szó. A jobb oldalon lévő kártyák mutatják a közeljövőt, hogy mi történik köztetek, vagy majd odafigyel ezekre a dolgokra. Jelenleg még nem látja, hiszen a háta mögött vannak a kártyák, de majd megfordul és odafigyel erre is. Az első képen a kutya látható, ez jelentheti természetesen a házi állatokat és kutyát vagy cicát. Amit a kutya még jelent, ez a hűség, hogy ő hűséges hozzád, és megvannak ezek az elvárások, hogy te is hűséges légy hozzá. Amit a kutya még jelenthet, hogy barátilag kezel most még téged, vagy utalhat az ő baráti körére, az ismerősökre is. És most megnézzük, hogy mit mutat a következő kártya. Ott jobb oldalon alul a park látható, és jelenti a nyilvánosságot. Lehet, hogy barátokkal találkozik a nyilvánosságon, vagy ő fellép a nyilvánosságon, és mások olyan barátságosak vele szemben. Az is lehet, hogy szerelmes beléd, de a nyilvánosságon úgy mutatja ki, mintha ez egy baráti kapcsolat lenne. Az is lehet, hogy lesz egy meghívás, találkoztok a nyilvánosságon, és ő barátságos veled. Milyen érdekes, hogy jobb oldalon középen újra a halak jelennek meg, mint ahogy alul látható, ami utalt az ő érzelmeire. Itt a halak
szintén anyagiakra utalnak, hogy ő rendezi az anyagiakat, az is lehet, hogy egy barát tartozik neki pénze, és itt találkozni fognak a nyilvánosságon, és megbeszélik ezeket a dolgokat. Amit a halak jelentenek, mint már említettem, ezek a belső értékek, hogy te értékes vagy számára, ez a párkapcsolat értékes számára, és hogy most ő úgy gondolja, ő is értékes ahhoz, hogy boldog legyen veled. Ott felül a gólyák jelentik a változásokat. Megváltozik az anyagi helyzete, vagy megváltozik a hozzáállása, ami téged illet. Barátságosabb lesz veled, kimozdultok, kimutat téged a nyilvánosságon, illetve felvállal téged a nyilvánosságon. Tehát lesznek változások. Persze ezek a változások lehetnek munkahelyi változások is, vagy egy költözködés, vagy valami megváltozik kettőtök között. Hiszen rájön arra, hogy értékes vagy számára, megvan a hűség, ott marad hűségesen melletted, és ő tudatában van azzal, hogy szeret téged. Ami eddig még fogva tartotta a toronyban, abból kilép, megváltozik a helyzet, hiszen a gólyák ezekre a változásokra is utalhatnak. Az utolsó képen felül jobb oldalon a virágcsokor látható, ez jelentheti a te szépségedet, nőiességedet, vagy egy szép környezetet, de lehet egy meghívás, vagy egy ajándék is, hogy megajándékoz téged. És ez volt a felvétel, az ő terve, mi a terve, mit fog tenni. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!